Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's sorozatunkat, a Ragnar legendáját, amikor is megpróbáljuk összerakni itt a Ragnarnak egy birodalmat, vagy nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy most Anglia királyságáig zajlik egyenlőre a csörte, mert hogy hiányzik még pár terület ahhoz, hogy megalapíthassam Angliát, és ezzel majd örökléskor egyben tarthassam az országot. Jelenállás szerint kiválna az egyik fiunk, és önáll országot amit nyilván nem engedhetünk, borzasztó lenne, úgyhogy, amúgy nem. nem, nem lenne feltétlenül borzasztó egyébként. De jobb, jobb a békesség. Ó, itt van egy csomó ember a börtönömben, ezek nem tudom honnan jöttek, még talán az előző fosztogatás session vagy a mersey háborúból, mivel wolverhampton ezért felteszem, a Mersey háború lesz itt a megoldás. És uh, van egy fazalusom is a börtönben. Kicsoda? Ön Ki az a ben Wolf. Ő átkerült alám, gondolom El tudom tőle venni azt, amilyen van? Mondjuk meg utrosodik, úgyhogy egy uh, végül is így jó is Bár nem szeret, de majd mindegyen fogom rakni uh, Másik helyre Ah, forintban van a füles Tudtam, hogy valami fura dolog történik. Na mindegy, bevesszük ezt, aztán oda megyünk oda, megint juhlnökölcsémet levágták a csatában. Nagyon sok juhlnökölcsémet vágják le a csatában, és egyik sem én vagyok, szóval fogalmam sincs, mi történik itt gyöngyösen. Vagy mi zajlik itt gyöngyösen. De uh, megverjük azt a sereget, aztán pedig Norfolkba fogunk menni. Ez egy sima csata, amúgy is nagyon jók a számaim, 37-es Commander Advantage. Az azért nem sok van. Jó, vikingek között azért akad. De, de azért az, az még így is kiemelkedően jónak számít. Lassan teljesen elfogynak ezek a seregek. Ez a négy darab host, amit kaptunk az elején. Azt hiszem négyezer ember volt összesen? Szóval... Uh, szóval, ja, az, egy, az, egy, uh, az egy jó dolog volt. Hogy is írja? Will be inherited on succession. Tehát, hogyha esetleg succession-nek került volna a sor, akkor még azt uh, meg is örököltem volna. Hurcing Ban meghalt, akinek odaadtam azt a címet, hát ő nem sokáig bírta. Akkor Gandalf, Gandalf szi szimpatikus, mert jól tud harcolni. Az előbb figyeltem is, hogy itt kiírta a játék, hogy ez a srác, ez nagyon ért a csatához. Úgyhogy Gandalf abszolút adom, és 91%-on vagyok már most a háború tekintetében, Volskor tekintetében. Az a hogy csatából nem tudnám megszerezni a maradék szükséges százalékot, úgyhogy így legyen meg az ostrom, és, és akkor azzal kész is leszünk. Szerintem. Amúgy pedig 53 éves vagyok, és akkor még egy darab terület fog hiányozni ahhoz, hogy megalapíthassam Angliát. Amit akár povíztól is meg tudok szerezni. Aj, az nagyon jó. Azt hittem le kell menni ide Konvalba, de nem. Mert am Amwit... Amwitig... Amwit... Na, ez a terület, ez itt. Mi vagy te? Amwitig, az uh, az az angol királyságnak számít, annak ellenére, hogy azt gondolnád, hogy nem, de annak számít. Mi a helyzet veletek? Te... Ide berakom most már... Wow, oké, okay. pont be akartam pinelni ide, hogy lássam, mikor meghal, és uh, értesüljek róla, de nem volt rá szükség, mert meghalt abban a másodpercben, hogy rákat intottam. Szóval meghalt uh, Ivár, aki ugye ellenünk jött egy háborúban, és ez azért volt nekem fontos, mert az unoköcsém, uh, Gudfrid lett Mönnek a királya, és Möntén szeretném megszerezni. Bárhogy miért is kell, nem emlékszem. Csak akarom, akarom, magamnak akarom azt a területet. Tényleg nem emlékszem, miért, miért, miért voltam ennyire ráállva, hogy ez nekem kell, de biztos valamiért fontos. Úgyhogy uh, majd megszerzem és akkor majd ti megírjátok, hogy miért fontos, és akkor mindenki boldog lesz. Strategical Impels, mindenki stratégiát szeretném használni, hogyha ez megoldható. Pénzben jól állunk. Ó, srác, azt hittem már rám támad, de nem. Earl well, Etherre has been actively supporting Earl Bern uh, in his and his independence faction. However, my wife has a plan to change that. Trust me, the things I could tell Earl Etherre would make him disavow Beowulf in an instant. The feleség and valami tud mondani Earl Aethere-nek, hogy uh, ne támogassa tovább ezt a um, independence factiont. És legyen is Earl Beowulf nem lesz boldog tőle. De tény, hogy azonnal elhagyja az Independence faction ami apparently egy dolog. Gondoltam, hogy nem túl erős, ez annyira nem is foglalkoztam vele. Igen, egy valaki van benne, egy olyan vazalusom, aki nem szeret. Talán pont ő, de jó, hogy kiengedtem a börtönből. Közben Leofin Carlyle terhes, ő szerintem az egyik... Uh, Leofin Carlyle? Te vagy az? Igen, ő az. Ő az egyik ágyasom. Hát mindegy, legyen terhes. Na, ez is megvan. Még sincs este, újabb területeket szereztem. Cambridge-et én amúgy megtartanám magamnak, bár valószínűleg sosem fogunk oda elérni, hogy ténylegesen oda tudjak mondjuk építeni egy egyetemet. Mert ahhoz elég sok mindenek kell teljesülni, amik szerintem nagyon messze vagyok tőle. Cambridge-ben az egyetemhez még nincs itt egy egyébként az egyetem slot. Majd úgy kell felhozni egy ponton valamikor, majd a 14. században gondolom. Úgyhogy odaadhatjuk végül is, mindegy, odaadjuk valakinek. Erik, ez egy kis 6 Hat éves rác ajánlasz nekem, hogy neki adjam a földet. Miért? Miért gondolod ezt remek ötletnek? Na mindegy. Jöhetnék Povisz, 116 katonája van, ő gyorsan egy sima county. County vagy daci mindegy, mert ugyanaz lesz a két uh, az háborúnak ugyanaz lenne az eredménye, úgyhogy csak simán menjünk. És akkor ezt még gyorsan elfoglalom, és megalapítjuk az angol királyságot futó lépésben, mert jelenleg úgy állunk, hogy, hogy öreg vagyok. Tehát 53 éves az nem kifejezetten öreg, de úgy, hogy nincsen semmi extra trét, amivel növelném az egészségességemet, ezért kicsit aggódok. Úgyhogy legyen az, hogy most ezt megcsináljuk. És... Elfoglaljuk, megalapítjuk, minden jó lesz, majd megnézzük esetleg ezeket is, hogy ez a Dénlóval például mi a helyzet. You must uh, completely control at least two duchies within the Dejure England. Aha, ehhez ez kell, és... Uh, ezt nem sokára meg is fogom csinálni, hiszen kell két jure terület. Két Dejure uh, hercegség ahhoz, hogy megalapíthassam magát a királyságot. Szóval végül is... Végül is nem sokára úgy is meg kell csinálni. Elevéd a Kingdom of Man and the Isle. Azt hiszem ezt akartam. De ehhez viszont elég magas presztis szint is kell. Mondjuk azt most úgy is kapok egy csomó presztizet, nem sokára. Én leszek a mön. <laughs> ja nem, azt kell, hogy én legyek. azt hittem, hogy azt a hogy mön. Nem, kerennek ezek a mön címek, amiért szintén elmegyünk, csak először csinálok egy királyságot, aztán utána jó lesz. Vannak szövetségesei sajnos, de nem hiszem, hogy olyan kifejezetten erősek lennének, főleg mert ilyen kisgyerekek, meg hasonló dolgok ezek. És vív egy háborút, védekezik uh... Az Earldom of Mönt akarja megszerezni a Gwynedd. Tehát ő. Én ebbe így bele fog gyalogolni ebbe a háborúba. És majd én eldöntöm, hogy ki fogja megkapni melyik területet. Nem kell amiatt aggódnia senkinek, majd én tudom. Most azért megveszem ezt a Night Effectiveness, mert lehet, hogy szükség lesz rá. Nagyon sok lovagom van, úgyhogy ez egy határozottan egy erőny lehet a csatákban, hogyha mondjuk valamiért itt nem csak hogy, ugyanis nem csak hogy ezzel a szövetségi rendszerekkel háborúzni, hanem még Gwyned is benne lesz. Lehet az kicsit több lesz, mint amennyit itt szeretnék. Ó, és fiam született. Azt hiszem ez nem probléma, mert picit probléma. Fasti? Jó, legyen Fasti. Azt hiszem picit probléma. Igen, két címet elveszítünk, az egyiket az új újszülött fiam kapja meg. A másikat meg más, de hogy ezek is Dacsik, Tehát igazából az lesz, hogy most megtartom a dacsi címeket a, a halálomig, és akkor onnantól kezdve azokat szétosztja. Amúgy is szét de így viszont kicsit még kitartok vele. Oké, okay, szuper! és akkor most azt mondja nekem, hogy a runestone, mindenképp, bár nem priós, de ez is ad ugye presztízset. És megint csak egy olyan runestone-t fogok állítani, North Reading-ben. North riding ami... ami az én hódításaimnak állít emléket. Na de tudsz -e jó hírt mondani? Titles can be created. Igen, valóban. Igen, ezt... Uh, igazad van. Hozzuk létre először East -Angliát, És akkor most meg a Kingdom of England, mint létrehozható terület. Az, hogy nem jött ki az a decision, az egy érdekes dolog. Negotiate the law. You must completely control at least two duchies within the day England. Mondom, ez arra hogy completely control. Hogy legyen az enyém. Tehát, hogy minden terület azon belül az enyém. Amit úgy lehet legközelebb megcsinálni. Most már ezt kicsit elszúrtam, sajnos be kell látni. Hogy uh, szét elfoglalom. És mielőtt még átadnám ezeket a területeket valakinek, azelőtt beadom a dénlót. Meg lehetne úgy is csinálni, hogy visszaveszem mondjuk ezeket az emberektől, akiket most széthoztottam, mindig től visszaveszem, de nem lesznek boldogok, az a helyzet. És senki nem fog szeretni túlságosan. Mert egy éven belül adtam ki, és nem is vehetem vissza. Ha mindenki visszaadna, az tök jó lenne. De ezt sajnos picit benéztem, tehát a completely control az kicsit már... Az a baj, hogy néha nem feltétlenül világos, hogy mire gondol a játék. A completely control az nálam azt jelenti, hogy legyen az én urad... őnál ez azt jelenti, hogy legyen az én uradalmamban. Tehát, hogy ténylegesen az enyém legyen. Azt hiszem. You, Igen, uh, again, you are independent rule, you are a... Igen, early part of the... Igen, you... Igen. You must have a valid opponent to negotiate with. Ez nem tudom mire vonatkozik, majd arra, ami ezt így eredményez. Uh, you must completely control at least two duchies within de England. Hát, uh, ja, itt, itt abszolút az a probléma, amit mondott a srác. Akkor viszont azt fogjuk belemegyünk most egy műn Mennyi ember? 1100 ember, jó. De nekem nem az kell, hanem. Töcsi. Ez. Ez kell. És euh... megszerezzük azt a területet. Meg megnézzük, hogy ez mit csinál, Hogyha azt elfoglalom. És addig, hát ha itt lejár az egy év, esetleg őket, hogyha neki már van utódja, jó. Neki is. Neki én vagyok az utódja. Nekém vagyok az utódja. A valamelyiknek megölöm a... Meg megölni. Ahogy oh, be tudom zárni a börtönbe. Azt mondjuk egy 100%-os kivégzéses dolog. Jó, téged bezárunk a börtönbe. Téged meggyilkolunk. <laughs> És mindez azért, mert gondolom buta voltam. Tudom, hogy most kockáztatok azzal, hogy nem hozom létre még az angol királyságot, de kíváncsi vagyok erre a dologra, hogy ez hogy fog alakulni. Szóval nem próbáljuk megölni. Még jó lenne, hogy az asszony is segítene. Asszony segít. Kósz intrig. 4 per 3. Oké, okay. jó ja Chester miatt. Jó, mindegy. Jó lesz az úgyis. Téged időközben ki akarok végezni. Nem, csak rivókolom Nem tudom rivokolni, mert egyébként belül kapta. Oké, okay, semmi gond, de az egy ingyen rivók lesz, tehát igazából nem fogok összeszedni ilyen őrülten sok, uh, őrülten sok tiranit, mert az egyik rivók lesz, a másik egy véletlen baleset, során meggyilkolódik, és a harmadik miatt fogok csak tiranit kapni. Jó, az jó lesz. Azt nézem közben, hogy uh, megint megtanultam ezt a mechanikát, tehát úgy működik, az egy veszélyes támadás, de szerencsére nem kell itt, uh, nem kell oda kiszállom, a hegyre is ki tudok szállni. Tehát nem, meg, megvárhatom itt, amíg elme, elmegy az a módosító, hogy én most szálltam partra. Szóval, hogyha raiding stance vagyunk ebben, akkor ingyenes a furikázás a tengeren. Amúgy nem. De, amúgy, de hogyha igen, akkor meg nagyon. Azt hiszem értitek, mire gondolok. Most például fizettem 7 aranyat azért, mert hogy átvitték az embereimet, a nagy vizem. 34%, 7 hónap az ostrom. Nagyszerű, itt ez lejár majd valamikor. És rivókolom a cím. Ó, oh, már is lejárt. Jó, rivók, nagyszerű. Most kicsit mindenki mérges lesz rám, mert rengeteg földem van. Ők úgy érzik, hogy jogtalanul. Én nem vagyok ebben biztos, de mindegy is. És itt pedig uh, őt szintén imprisonálom kéne, de nem biztos, hogy, uh, hogy ő szeretné ezt. Revok title szeretné? Azt egyáltalán nem szeretné. Hm. Akkor legyen az, hogy maradunk a... az imprisonnél. Ha fellázad, fellázad. Ki kell lázadna fel? Valószínűleg ezzel az egy dúddal. Meg ezzel. Valószínűleg mindenkivel, amúgy. De nem baj, ez még így sem túlságosan sok ember. Ennek 93 embere van. Lehet, hogy szítok itt egy kis, egy kis, polgárháborút, egy ilyen kis apró kis polgárháborút, de minden a jó érdekében történik. Chieftain Catilt kiengedem. Earldom of Men, <laughs> Lol. És újabb Dynasty Legacy. Na elkezdhetjük, vagy az első Dynasty Legacy. Most kell eldönteni, hogy milyen, milyen, uh, milyennel megyünk. Adventure vagy Pillage. Mind a kettő nagyon jó. A Ájlen szíves játék, köszönöm. Az Adventure, az uh, Central Guard, elküldhetünk embereket a varánk. varánsokhoz, azt hiszem. A másik a Prowess plus 1, ez a Pillage, Naval Speed és Prestige from Fame and Fame from Battles plus 100%. Aztán ezek ilyen egyre jobbak lesznek, tehát Például Sand Gift Cost minus 50% Selection Scheme, ez nem számít. Game Prestige for Succession uh, Selection Scheme, ez mondjuk jó. Different Faith Opinion plus 15, Different Faith Opinion Popular Opinion minus 50. Face Conversion Cost, ez, ez nagyon hasznosan nem most nekem. Dynasty Member Demand Conversion of plusz 50. Aztán Supply Duration, Movement Speed megint csak. Uh, és végül pedig Different Scheme on Vessels minden barát ad egy csomó véleményt, és plusz egy százalék adót. De ez is jó, több lootot tudunk hazavinni, nagyobb a Defender Advantage, aztán, illetve nagyobb lehet a Heavy infantry a seregeinek, a vagy méretének a száma. 50 kal több pénz a ransomokból és Prestige is jár vele, és nagyobb esélye viszünk haza embereket. Uh, enemy Fate-től plusz 10 csatákat szerzünk az aranyból, és nem, Aranyoszheznünk a csatákból, és uh, sokkal gyorsabban ostromlunk. Ezek mind nagyon-nagyon jók, esetleg a Strange Gods miatt gondolkozom, hogy amúgy a pirincs jobbnak tűnik, de Strange Gods miatt lehet, hogy érdemes lenne uh, mégiscsak ezzel menni. Hát, de amúgy meg ez sokkal jobb. Mind a kettő nagyon jó. Menjünk a pillitzzel És nagyon sok pénzünk lesz uh, Valaki szerzett egy krémet Cambridge. re Hajrá Próbáld meg Csináld meg a napom Egy. 67% -a. Amint az a háború véget ér Megyünk és visszaszedjük a földet attól akinek nem tetszik Hogy van Mi ez a dangerous faction? Independence faction Oh Aha Hát én értem. De szerintem ez kicsit butaság. De próbáljátok meg srácok. Egy, kettő rinaon, oké. Okay. 69% kere még ott. És aztán jók vagyunk. Még újabb 7 hónap. Kicsit szoros lesz itt a helyzet, meg a dolog, meg a minden. Kiderült egy titok, akárki is az, menjen a börtönbe. Ilyen Earl Toasty. Earl Tosti. Half az ura. Az annyira nem vagyok vele bejjebb. Mert Herfordshire az uh, Mercy a ami rengeteg terület. Közben itt Lindsay önálló lett. Ja igen, valószínűleg a Ből, meg Bedford, ezek mind önállóak lettek. Oké. Okay. Meghalt az uratok. Vagy mi történt? A Jorvik is? Oké, várjatok, lehet elrontottam. Lehet elrontottam. Közben behív a testvérem egy háborúba. Megyünk, persze, feltétlenül. De lehet, hogy ezt rosszul csináltam, ezt a bebörtönzős kivégzős dolgot, mert úgy látom, hogy Lindsay még hiányzik. Tehát a Dutch title Jorvik az még nem teljes, nincs meg Lindsay. Szóval lehet, hogy nem kellek a tényleges területek. Hmm. Az elég nagy megkönnyebbülés lenne nekem. Mindjárt megpróbálom, mert ezután a háború után meg tudom ölni Linzit is. És akkor ott oda megyünk, azt megnézzük, hogy mi azzal. De ez, ez tetszen, amúgy milyen háború ez, mesé? Ó, hát ez egy. Uh, svédek, a svéd uh, Björn próbálja kiterjeszteni Svédországot. Ő alapból Svédország volt, csak aztán valami történt. Hibák lettek elkövetve, felteszem. A pénzünk kicsit kezd elfolyni. Baroness Ástát kiengedem, meg Ilvát is kiengedem, Ilva Gunnarsson, majd hogyha lesz elég pénzük rá. Azért nem ingyen, nem ingyen ebéd. Ó, nyert meg létsz az ostromot, mielőtt én megnyerem az ostromot, mert akkor kezdhetem előről. A new opponent. Oké, okay. szóval uh, megnyerte a háborúját, és ezzel az van, hogy így ellene kell háborúzni. 884, ez simán jó, már egy hogy az ostrom ez itt semmibe ment, tehát teljesen fölösleges volt. És csak vissza kell jönnem ide is megverni ezt a sereget, aki ostromol. Aztán meg eljönni Vinedbe. Az azt a szint azért csak kiküldöm, ha már elindultunk. Nagyszerű. Ki tudja, lehet, hogy szükség lesz rá. 6 per 3, ó, ez, ez, ez nem, nem teszi boldoggá az embereimet. Viszont a lázadók kicsit hazamentek. Ami mindenképpen jó hír. És megnyit okosan kell. Tehát most gyorsan megnyerem ezt a háborút, uh, elveszem mönt, és utána pedig uh, megtámadjuk Linzit. Remélem, hogy... Most nincsen hajóra szállós, partra szállós, büntetés, érdekes. Szóval remélem, hogy ez rendben lesz. És akkor, ha tényleg csak azt kell elfoglalni, és akkor már érzi, hogy completely kontrollozok, akkor az úgy már jó lesz. Bár most, várjátok, most belegondoltam megint, hát amúgy Completely kontroll. Northumbria az enyém, Mercia az enyém, Járna Móda az enyém, tehát megvan. Akkor nem, akkor mégsem csak ez lesz, a, nem, nem csak Lindsay lesz a probléma, ettől függetlenül lindsay el fogjuk uh, foglalni. Mert igény az van rá. Ja, azért nem fizettem meg, nem volt itt, mert itt, oh, itt átkelés van. Jó, de nem fogok arra menni, mert itt zajlik a háború. Vagy ott is zajlik, de ide délre érdemes menni. Én úgy érzem. Szóval... Um... Szóval, jaj, megtévesztően van megfogalmazva. Ez... Ah, próbálok így mondani, hogy igazából az én hibám, srácok, meg minden, de nem, szarúban megfogalmazva ez kész. Legalábbis én úgy érzem. Ha ide kijövök, ez egy átkelős vagy uh, partra büntetés meg lesz, elég keményen, de így is nagyon sokan vagyok. Jó, a tábornokom így is én nulla körül van a szám. Oké, okay. növekedett a devotion és 54%-on vagyok most már. Beveszik a fővárosát, hát ha ebből a cseppen valami, és visszatértek a kambriai katolikus populisták. Hogy ez a tud miért van pont benne? Azt nem tudom. Valaki kitalálta, hogy ő majd lerabol. Nagyszerű. Az oszlóiak, ráadásul. Mi nem vagyunk barátok véletlenül? Nem, nem érződik úgy, hogy barátok vagyunk, de szinte annak kéne lennünk. Közben. Uh... Közben be akar majd hívni még valakit a háborúba. Ez egy jó hír, remek az ellenségem. A másik közben pedig azt nézem, hogy 56 éves vagyok. Muszáj leszek. Muszáj leszek megalapítani az angol királyságot. Főleg, mert nem sokára elfogy a pénzem. Konkrétan nem lesz pénzem arra, hogy megalapítsam a királyságot, hogyha ez így megy tovább. 81 emberrel ostromol? A, -a, -a, a, are you fucking kidding me? Jó, akkor én meg oda küldöm a varángiaiakat, vagy kik ezek. 600 ember, tessék, öld meg. Vezessen téged Gandalf. Mondta, hogy Gandalf megy az is? Hm. Izgalmas. És egyik se fog odaérni egyébként, mert 80 évig tart, míg hajóra száll. Még egy, ez a másik háború, ez nem számít. Na de vajon odaére ez a sereg? Mert hogyha igen, az gond lesz. Oda fog érni, nézzétek meg, nézzétek meg. Van pofája odaérni. És várjátok, most nincsen... Igen, neki nincsen disembarkment dis dis penalty, hát ez remek akkor most elveszítettük ott az embereket. 85% Csak most már érjek oda mielőtt megnyerni. Nem fogok mi, nem hát. Kezdhetem előre a szóra hanyatszóra is? 80 emberre megosztom, olyan. Minek is kellett nekem ön Egy szaros esemény miatt? Vagy decision miatt? Remek. És bevette. Hát ez hihetetlen. Jó, én meg bár az is igaz, hogy ha 81 emberre meg tudja ostromolni, akkor valószínűleg védik, vagy 20-an. Megnyertük a svéd háborút. Ez meg 50%-on van, szóval egy ember védi, ne izéljünk már, üssük át, assautoljuk már, nem egy ember védi amúgy. De, de egy valaki, literálisan egy ember védi. Mi a franc? Az azért nem semmi. De ő így nagyon kitartóan védi. Nem tudok azzal utalni, mert nincsen bridge. Miért nem kaptuk meg a bridge-et a falakra? Mennyi idő még ezek megérkeznek? Még egy kevés. Még van egy kicsi időm. Mondjátok, hogy áttörtétek a falat? Nem, 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 nem törik át a falat. Ez hihetetlen. Ez egy ember, ez, ez ilyen hónap dolgozója. Remélem lovaggá üti valaki egyszer valamikor, én nem, az biztos, mert ez röhelyes. Jó, persze nem állnom az egész seregemmel, de azt hiszem, hogy ha ez megvan, akkor meg lesz az egész háború. Ó, oh, Istenem. Ez, 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 némileg, némileg vicces. Te kik vagytok? Ó, oh, nem is, nem is szűnt meg teljesen ez a sereg. Még valamennyi áll közülük. Még a kitartóbbak. És megnézzétek meg, meg kellett ostrom, hogy négy hónapon át azt az, azt az, egy embernek a erődöt. 54 Hát én azt hittem, ez ennél kicsit többet ér. Akkor most kezdhetjük itt az, er, az ostromokat. Én azért csak ide küldök három, ezt a 300 embert, mert ott most konkrétan oda küldenek egy lovagot, azt egyedül leveszi. Ha nézd meg, meg elkezdett elmenni arra. Oké, okay, nem fogok mókolni egyébként, uh, nem várok a békére. Megalapítom a királyságot. Mert félek, hogy elveszítem. Great Title 500 aranyba kerül, és kapok 400 prestizet. És ezzel létrehoztam az angol királyságot. Jéj. Úgy vek, hogy England. Ami... Nem az igazi. De még mindig itt van ez a... Nem fogok hazudni, visszamentem az időben. Méghozzá azért, mert a játék nem tisztán kommunikálja dolgokat. Ha megalapítom Angliát, akkor eltűnik a Negotiate Dénló dolog. Pedig itt nem látom sehol, hogy uh, el kéne. De mindegy. Szóval én szeretném ezt a Negotiate Dénlót, mert szerintem akkor átállunk. Akkor az lesz a királyság neve, hogy Dénló. Nem pedig az, hogy... Uh, England. Legalábbis azt hiszem, meg teljesen biztos benne. Kicsit most máshogy csináljuk a dolgokat, akkor viszont ennek fényében méghozzá tengeren át érkezek vissza Velszbe, mert különben sose fogok megérkezni, meg ő jön szembe. Tehát itt fog szembe jönni a Velszi, hogyha, hogyha így megyek. Még lehet így, aha, még így is. Remek. De vissza, megpróbálja visszavenni a fővárosát, ami nyilván logikus. Valószínűleg ez nem lesz elég ez a pár csóri ember, akit ott hagytam. De most már ez így veszett. Akkor próbálom ezt leüldözni. Itt lesz egy csata? Ja, az én csatám. Bocsi. Itt megint csak um, nem ideális. Mert uh, éppen most jöttem ki a hajóról. De megvan a háború legalább, mert rákaptam a királyt, vagy valami ilyesmi. és is így megkapom a területet. Nagyszerű disband all. És akkor most az enyém lett mön. Na is lett is egy ilyen döntés, ami nem az, amit gondolt. <laughs> Ez. Mi hiányzik ehhez? Ez hogy title Mön. Yard of Mön. És nem elég magas még a, a szintem. Oké. Okay. Szóval mön, azt mondod. Uszurpáljuk. Így. És most már Found the new Kingdom mindent is kiad, csak azt, amire nekem szükségem lenne. Megvan Holmatun. Nem merem odaadni senkinek, mert mi van, hogyha, hogyha azt mondja, hogy ja, hogyha nem adnál az akkor sajnálom, de nem, nem úgy értettem ám. Következő az lesz, hogy... Most már nincs elég pénz van úgy. Nem, nem, tartunk blótot, nem tartunk, nem alapítunk királyságot. Um... Kiengedünk embereket. Ölvát. És Earl Tolstit. Kiváló. És megtámadjuk Linzit. Mondjuk, hogy talán ez segít. Némileg. És ezzel a háborúval folytatjuk. Meg aztán utána az is ki fog derülni. Elég gyorsan. A következő részben, hogy most ezeket tényleg el kell vennem ezektől a szerencsétlenektől. Pontosabban. Oh, et, ezt nem is kell. Már csak Safer hiányzik. Igen, tőled kéne elvenni. Nem adod vissza mi. Nem, hát. De tudok tartóztatni. 48%-ra. Megnézzük a következő részben, hogy ezzel mizu Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!